Ne-am pregătit timp de 40 de zile pentru sărbătorile pascale, pentru a sărbători învierea Domnului. Și anul acesta sărbătorile sunt, îmi putea spune noi, mai deosebite. Pentru că știm că perioada postului mare ne vorbește despre renunțări multe, dar anul acesta a trebuit să renunțăm la mai multe lucruri. Am renunțat la comunitatea noastră bisericească. Am renunțat la prietenii noștri, la locul de muncă și la multe alte lucruri prin a rămâne acasă pentru a nu răspândi și pentru a nu primi virusul acesta care a inundat Europa și întreaga lume. Eu vă doresc ca sărbătorile Pascale să vă găsească mult mai curați, din punct de vedere sufletește și sperăm că atunci când acest vis se va termina, vis urât, se va termina, atunci să ieșim cu totul schimbați din această încercare și anumite lucruri să se schimbe în viața noastră, să ne întoarcem cu toată viața noastră, cu gândul nostru spre acel Iisus Hristos care a murit din iubire pentru noi pe cruce și apoi a înviat, arătându-ne astfel calea spre cer. Hristos a înviat, sărbători, binecuvântate! Minden nagybőt folyamán eszembe jutnak Benedek pápának a szavai, amely azt mondja, amikor rátekintek a keresztre, látom, mire volt képes az Isten az emberrel, és mire képes az Isten az ő emberével. A nagybőti idő a lemondásról szólt, és ez az idő különösképpen is erről szól, mert sok mindenről le kellett mondanunk, a templomunkról, a közösségünkről, a munkahelyről, barátainkról. De a feltámadásnak az ünnepe egy igazi változást hoz a mi életünkben. Mert hogyha bár nem tudtuk az igazi fényt átvenni a húsvét éjszakáján a templomból, mégis a mi szívünkben, a mi életünkben történt egyfajta változás, mert találkoztunk a feltámadottal otthon, a családban. Hogyha eddig mi kerestük fel a jó Isten a templomban, most a husvét ünnepeken ő, ő jön mi hozzánk, és ő hozza el nekünk az igazi fényességet, az igazi világosságot. Áldott húsvéti ünnepeket szeretnék kívánni mindazoknak, akik most ünneplik a húsvétot. A Jó Isten áldása és békéje legyen az önök családjaiba, a Jó Isten áldása és békéje legyen mindig a szívünkben. És segítsen bennünket a Jó Isten, hogy minél hamarabb tudjunk átmenni ezen a próbatételen, ezen a víruson, amely kínozza egész Európát, egész világot.